Layered Realities, rétegelt valóságok. Kusovszky Bea és Tomás Piarsz kiállítása a Szenecsár galériában. Az absztrakt is lehet valóság, még ha ez most a két művész belső valóságának képekben való kivetülése. A kiállításon a festmények struktúrái rétegekből épülnek fel. A két alkotó munkamódszere is szoros hasonlóságot mutat. Elképzeléseiket, vízióikat felületenként viszik a vászonra, így teremtve meg a maguk különbenjáratú világát. Kettejük számára a vászon egy kísérleti tér, melyen szabadon alkothatnak és vegyíthetik saját vízióikat a művészettörténetből kölcsönzött elemekkel. Kedves hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek! Nagy örömömre szolgál, hogy megnyithatom a Layered Realities, rétegelt valóságok című kiállítást, melyen két tehetséges festőművész, Kusovszky Bea és Tomás Piarsz műveit tekinthetik meg. Bár Bea és Tomás még fiatal alkotók, mégis kijelenthetjük, hogy már megtalálták a saját hangjukat, azt a vizuális nyelvet, melyel a legpontosabban fejezhetik ki önmagukat és egy, csak rájuk jellemző valóságot. Tomás Piarsszal én először egyéni kiállításon találkoztam, később csoportos kiállításokon is láttam a képeit. Amikor én először találkoztam vele, akkor még ceruza rajzokat készített, apró miníciózus munkával rajzolt meg gyermek, fiatal és felnőtt arcokat. Ezek engem nagyon megfogtak, és későbbi kiállításokon láttam, hogy Tomás stílusa folyamatosan változik, folyamatosan fejlődik, és egyre jobban tolódik el az absztrakt felé. Ez is nagyon tetszett, hogy átjár a különböző stílusok között. Beával pedig egy tematikus tárlaton találkoztam, ahol a nő és a nőiség volt a fő téma, és Bea képeiben pedig ez a különböző popártos megoldások tetszettek, a rasterpontoknak a használata, és hogy a pop artot, mint művészeti stílust beemelte a művészetébe. És évekkel később, ugye több kiállítás megnyitón is találkoztam a két művésszel, évekkel később felvetődött annak a lehetősége, hogy esetleg én nyissam meg az ő közös kiállításukat, és ez úgy történt, hogy Tomásszal és Beával leültünk hárman beszélgetni, és az új műveknek a gondolatiságáról és az általunk megjelenített világról kezdtünk el beszélni, és próbáltuk megtalálni a közös pontot. És nem csak arra törekedtünk, hogy melyek ezek a közös pontok technikailag, hanem hogy melyek ezek a közös pontok a gondolatilag is. Bea a legújabb képein azonban nem pusztán felidézi a pop art hőskorát, hanem tovább is gondolja azt, a jellegzetes ábrázolásmódot kifordítja, és az eredetileg figurális ábrázolásra szánt eszköztárat absztrakt képalkotásra használja fel. Körülbelül másfél éve kezdtem el foglalkozni raster pontos, ilyen pontozott felületekkel, és ezeket a felületeket variálom, ez a legújabb, amivel foglalkozom. Különböző nagyságú ilyen rastereket használok, és ezeket a rastereket több rétegben is viszem fel, így különböző játékos felületeket tudok létrehozni. Például nagyon fontos számomra a figuratív része is a képnek. Nagyon sok képemen háttal jelenítem meg az alakokat. Ez azért is történt, mert nem akartam, hogy felismerhető legyen, hogy ki van a képen, hanem azt szerettem volna, hogyha mindenki egy picit beleképzelheti akár saját magát is, hogy minthogyha ő nézné a képet. És így nem vált annyira személyessé sem maga az alak. Illetve még egy művészettörténeti előzményhez is kapcsolódik ez, ugyanis Németországban voltam Brémában egy művészcsere programon, ahol tájképekkel kezdtem el foglalkozni. És ott kezdtem el először ezt a háttaláló alakot használni a képeimen, és ez az alak, aki nézi a képet, ez kapcsolódik Caspar David Friedrichnek a tájképeihez is,
ahol a festő egy figurán keresztül mutatja be, hogy hogy is kellene nézni a képet. És az én alakjaim nem picik, akik elvesznek a tájban, hanem pont fordítva, életnagyságban jelenítem meg a figurákat, és ez is egy ilyen ellentétpár, hogy nála többnyire férfiak nézik a képeket, nálam pedig női alakok. Illetve a másik művészettörténeti előzmény, amire egyből gondolhatunk, a rasztárpontos felületkitöltések kapcsán, itt a pop art is előjöhet, illetve most, ahogy játszom ezekkel a rasztárpontokkal, és több rétegbe viszem fel a rasztereket, így bejön a képbe az opárt is. Voltak olyan sorozataim, amik képregényekből indultak ki. Egyébként ezt még amikor Erasmuson voltam Spanyolországban, akkor gyűjtöttem különböző képregényeket, és ezeket a képregény újságokat kezdtem el használni a képeimhez, ezekből a képregényekből indultam ki, és aztán erre fűztem fel a képeimet. És igazából ezekből a képregényekből indult ki aztán, hogy a popárttal jobban elkezdtem foglalkozni, és így festészettechnikailag is innen jött, hogy akkor a raszteres felületeket beemelem a festészetembe. Nagyon sokáig saját magamat használtam modellként a képeimhez. Aztán, ahogy egyre jobban elkezdtem foglalkozni akár a popárttal, utána arra gondoltam, hogy most nem szeretném magamat ábrázolni, hanem ha már popárt, akkor mi lenne, hogyha amiket interneten találok nőkről fotókat, ezeket kezdem el használni, és így jött, hogy divat hirdetésekből kezdtem el használni figurákat, női figurákat a képeimhez. Úgy szoktam mondani, hogy kollázs technikával dolgozom. Eleve többféle stílust is keverek a képeken, kollázsolok, mixelek össze, illetve most az újabb képeimben direkt jobban használom ezt a kollázs-szerű dolgot, mint hogyha egymásra rakott képek rétegei lennének egymásra ragasztva akár, mint az ilyen nagy óriás plakátokon, ahol az egyik plakátból letéptek egy darabot, és akkor ott észreveszünk egy másik képből egy másik réteget, és akkor így összeadódnak ezek a rétegek, ezek a képek, és ebből hozok létre egy újabb képet. Most legújabb sorozataimban, mivel hogy elkezdtek érdekelni ezek a különböző raszterpontos felületek, és ezeket több rétegben is egymásra rakom, már annyira ezek a rétegek kezdtek el érdekelni, hogy legújabb sorozatomon az alakokat el is hagytam, és így teljesen nonfiguratív, absztrahált képeket hoztam létre. Aztán, hogy mi lesz ezután, vagy hogy hova fog ez az egész, merre fog elmenni, az most a jövő kérdése lesz. Beához hasonlóan Tomasz is hosszú utat járt be, mire megtalálta a megfelelő, rájellemző ábrázolásmódot. Ez egy új sorozat, tehát én mindig sorozatokban gondolkozok, tehát van egy ötlet, egy valami kép a fejemben, ezt próbálom több oldalról megvizsgálni, több féleképpen ezt megjeleníteni, létrehozni. Ez nehéz kifejezni, de én már egyetemi évek alatt is mindig sorozatokban gondolkoztam, tehát egy valamiből mindig többet próbáltam létrehozni, mert nem voltam elégedett egy megoldásra. Tehát mindig kerestem többféle megoldást egy olyan dologra, ami engem akkor nagyon foglalkoztatott. Én nem gondolkozom ezen, hogy most ezek a képek figurálisak, nonfigurálisak, vagy figurák vannak rajta, vagy előző képeken azok voltak. Mindig nekem inkább fontosabb az, ami épp ebben az időben engem érdekel. Tehát ez egy
egy állomás természetesen, mely folyamatosan minden változik. Én nem tudok lenyugodni, nem tudok egy hosszú ideig, tehát mondjuk évekig egy dologgal foglalkozni, és folyamatosan ezt csinálni, tehát egyszerűen megunom, nem érdekel engem. Addig csinálom valamit, amik tényleg valami izgat, meg vannak dolgok, amit még tudok benne találni, keresni, folyamatosan engem ez foglalkoztat. Ezek a képek az idén készültek, ennek is vannak természetesen előzményei. Nem mondanám, hogy ezek absztrakt képek, inkább valami nem figuratív képek, ami van bennük térbeliség, van bennük inkább egy ilyen eklektika, vagy valamilyen fluxusszerű dolog, ami nagyon sok dolog keveredik, és folyamatosan mozog. Tehát vannak benne olyan elemek is, ami lehet mondani, hogy festői, vannak, ami inkább ilyen számítógépes, egy olyan 3D illuzionisztikus térre emlékeztetnek. Inkább próbálok több dolgot, több elemet, ami fejemben van, egy valamiben létrehozni. Most a kiállítás címe is sugol, tehát egy ilyen rétegelt valóságról van szó. Rétegelt azért lett beépítve a kiállítás címébe, mert rétegekben készülnek a képek. Tehát a kép, vagy az, ami a látvány, tehát inkább én mondanám, hogy vannak benne a kép, abból áll össze, hogy egy virtuális térben olyan materiák, anyagok, struktúrák kombinálódnak össze, ami így nem tudom, fantázián, vagy pont egy érzéshoz össze. Hát ennek a sorozatnak biztos lesz folytatása, már is készülnek új képek. Nem tudom, meddig fogok ezt csinálni, addig fogok csinálni, amíg engem természetesen érdekel. Tavaly mással foglalkoztam, ennek olyan előzmények voltak. Ott inkább egy figurális dolog engem sokkal jobban inspirált, vagy foglalkoztatott. Egyetem alatt is teljesen absztrakcióval foglalkoztam. Tehát mindig nagyon sok anyaggal is kísérleteztem. Nem csak festettem, hanem különböző installációkat csináltam, sőt ilyen színes absztrakt szobrokat is hoztam létre. Ez egy természetesen egy állomás, ennek ebből fog, már ez a kiállítás is, tehát itt így amikor látom a képeket egy térben, már is új ötleteim jönnek eszembe, és biztos fog ez mindig változni. Ha a két alkotó képeit megfigyeljük, észrevehetjük rajtuk a már említett statikusság és dinamikusság kettősségét. Mind Beánál, mind Thomasnál a formák, a vonalak szigorú kompozícióba rendeződnek, ez a rend azonban csak esetleges, átmeneti, hiszen megjelenített formák egy állandó, folyton mozgásban lévő dinamikát sejtetnek. És így jelenítik meg azt a fajta művészetelményt, melyet Nietzsche is kiemelt egy korai művében, a Tragédia születése a zene szelleméből című írásában. Eszerint az a jó műalkotás, mely egyszerre foglalja magában a rendet, a szépséget, a harmóniát, és egyben utal a mélyen lapuló, forrongó szenvedélyekre is. Vagyis ha a német filozófus gondolatát a két görög művészetistenséggel fejezzük ki, egy jó műalkotás egyszerre jeleníti meg a harmonikus Apollónit és a heves Dionysosit is. A rétegelt valóság képeit végignézve pedig azt hiszem kijelenthetjük, Beának és Thomasnak sikerült ezt a szépség eszményt teljesítenie. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek megnézni a tárlatot, a kiállítást ezennel megnyitom. Köszönöm!